láthatták, amit két héttel ezelőtt Balmazővárosban jelentkeztünk be, hiszen ott vendégszerepelt felnőtt női kézilabda csapat. Ezúttal a férfiakon a sor, a helyszín azonban ezúttal sem hajdonánás, most Tiszavasváriban járunk, ahol egy fontos rangadó vár a fiúkra. A miénk a harmadik helyről várják a találkozót, a tiszavasváriak a hetedik pozíciót foglalják el, azonban sekit ne tévesszen meg a helyezésbeli különbség, hiszen csak 3 pont választja a tabellán a két együttest, ráadásul a tiszavasváriak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Össze 24-20-ra nyertünk, reméljük, hogy ma is mi kaparintjuk meg a 2 pontot, előtte azonban természetesen, mielőtt a mérkőzés kezdetét veszi, beszélgetünk egy kicsit Madai Tamással, a hajdonánási csapat vezetőedzőjével. Legutóbb fontos mérkőzésen, de küzdelmes mérkőzésen nyertünk Nádudvaron. Fél időben 4 góllal vezetett a hazai csapat. Mi volt a gondot a kezdéseit az első fél idővel, és mi kellett változtatni a második játék részre? Hát valóban így történt, a mérkőzést alapvetően jól kezdtük, hiszen rögtön ott a első fél idő közepe tájékán elmentünk 9-6-ra vezettünk, ott történt valami, magam sem tudom mi, és csináltunk egy 8-0-ás szériát, nyilván nem ide, és ott az ellenfél megfordította az eredményt, és viszonylag nagyobb előnyt épített ki, és ugye ez a 4 gól megmaradt a fél időre. A második fél időre rendeztük a dolgainkat, egy ritmusváltással mindenképpen előrukkoltunk, gyorsabban, pontosabban próbáltunk játszani, és a végére azért megmaradt, vagy meglett ennek az eredménye is, nehezen is, de nagyon sokat érő 2 pontot szereztünk Nádudvaron. Ezek a Tiszavasvár elleni szomszédvár rangadók mindig izgalmas mérkőzések, otthon 4 góllal győzedelmeskedni tudtunk. Mik lehetnek a tanulságai annak a meccsnek, ma mire kell igazán figyelni? Nyilván a két csapat nagyon jól ismeri egymást, mivel lehet megnyerni ezt a mai mérkőzést? Hát ha tudnánk, hogy mivel tudjuk megnyerni teljes mértékben, akkor csak azzal készültünk volna, de mindennel készültünk, igyekeztünk több dologra készülni, számítunk ugye az ellenfélnek egy-egy váratlan húzással, és azt gondolom, hogy felkészültünk, mindenre felkészültünk, és meglátjuk, hogy a végén ez elég lesz. Valóban ugye a tiszavasvári hajdonánás, illetve a hajdonás tiszavasvári mérkőzések a szomszédvár rangadók javából, teljesen mindegy, hogy a két csapat hol helyezkedik el a tabellán, attól függetlenül ez mindig egy komoly kiélezett mérkőzés. És ez szerint készültünk, és nagyon nagy tisztelettel vagyunk az ellenfél felé, hiszen nagyon sok játékos van, aki annak idején hajdonánásra játszott, sőt az edző is a Hadas Sándor személyébe, és ugye hajdonánási ember, és bízunk abban, hogy tudjuk végig a saját játékunkat játszani. Szeretnénk egy újdonsággal mi is előrukkolni, nem a megszokott játékunkat fogjuk játszani, illetve nem azzal fogunk kezdeni. Remélem, hogy beválik az a dolog, és nekik kell majd lépni utánunk, és ezt az előnyt tudunk kiépíteni, és az végén meg tudjuk tartani majd. Hogy állunk a hadrafogható játékosokkal? Itt van mindenki, és elutazott a csapattal, vagy vannak esetleg hiányzók? A Bécsi János, ugye, aki a védekezésünk egyik alappillére most nem tud jelen lenni, más elfoglaltságunk miatt. A Varga Gergő még mindig sérült, bár itt lesz a kispadon, de még gipszben van a keze. A többiek úgy gondolom hadrafoghatók, és nagyon-nagyon várjuk a mérkőzést. Akkor tehát bemutatás lesz, meg tület minden, jó? Én próbáljuk már felpörögni a mérkőzésre, picit hűvös van azért, mozgass magad, és gondold át, hogy mit akarsz, miért jöttünk, jó? 2 pont nélkül nem megyünk haza, úgyhogy mindenki úgy tegye hozzá magát, jó? Elejétől kezdve, keményen, Peti irányítja a gyerünk, 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 gyerünk! Jó? Nagyon kell, gyerekek! 2-3! Nos! No, és akkor a találkozó most már valóban hamarosan kezdetét veszi. Annyi időnk azonban még biztosan van, hogy átfussunk a két csapat összeállításán. Kezdjük a hazai tiszavasvári együttessel. 21-essel Bocák Kornél, 12-essel Volosinócki Róbert, 1-essel Bódor Zoltán, 10-essel Kovács László, 17-essel Gazdag Rihárd, 13-assal Balázs Máté, 5-össel Deli Dávid, 11-essel Feint Zoltán, 4-essel Kis Krisztián, 3-assal Benyusz Kende, 18-assal Szögi Roland, 8-assal Nagy Ádám, 2-essel Kovács László, 14-essel Bodnár Soma és 7-essel Földi István szerepelnek majd a mai hazai csapatban, amelynek a kispadján pedig Hadas Sándor dirigál majd. És akkor nézzük a miénk összeállítását. 1-essel Torma Antal, 24-essel Felföldi Róbert, 10-essel Ruzsinszki Benjamin, 2-essel Dankó József, 5-össel Ötvös Nándor, 7-essel Bancsók Károly, 77-essel Kaszás Sándor, 6-ossal Krisztián Zsolt, 17-essel Fóris Roland, 69-essel Nyeste Rihárd, 13-assal Kelemen Zsolt, 19-essel Csonka Péter, 15-össel Bata Tibor, 64-essel Nagy László, 54-essel pedig Kis Dávid, a miénk kispadján pedig természetesen Madai Tamás. És akkor közben a helyi hangos bemondó is
végig megy a játékosokon, úgyhogy egy néhány percet még várnunk kell, hogy elkezdődjön a találkozó, az viszont tökéletesen elegendő idő ahhoz, hogy egy picit megnézzük azt, hogy az elmúlt mérkőzései hogyan sikerültek a két csapatnak. Röviden tettünk erről említést már itt a felvezetésben, de azért érdemes megjegyezni, például a tiszavasvári együttessel kapcsolatosan, hogy rögtön egy rangadó aratott győzelemmel indították az idei évet. Február 10-én a Fehér Gyarmat csapatát 33-30 arányban múlták fel itt hazai pályán. Aztán egy héttel később elutaztak Bőcsre. Nyilvánvalóan ők is úgy számoltak vele, hogy az egy biztos két pont lesz. Így is alakult, 10 góllal verték meg a sereghajtót. 29-19 lett ott az eredmény. Aztán talán kisebb meglepetésre nem bírtak el hazai pályán a Nád Udvar csapatával. Az 26-26-os döntetlennel ért véget. Azóta pedig egyébként nem lépett pályára a tiszamosvári csapat, tehát tétmérkőzést nem játszottak a hazai játékosok egy hét hiány, egy hónapja. Meglátjuk, hogy ennek lesz-e bármilyen formában hatása a mai találkozóra. És akkor hátugrunk egy kicsit a mieink eredményeire, akkor azt láthatjuk, hogy folytattuk az ősszel megkezdett jó szériánkat, és rögtön az első fordulóban ugye 24-20-ra felülmúltuk a Hajdúböszörményt, aztán Fehér Gyarmaton döntetlent játszottunk. Érdekes körülmények között Madai Tamás ugye egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy inkább ott hagytunk egy pontot, mint sem elhoztunk egyet. Tehát azért benne volt bőven abban a mérkőzésben, hogy két ponttal támozzunk Fehér Gyarmatról. Nyilvánvalóan az is egy fontos és a végén még sokat érő skalp lehetett volna. Nem sikerült ezt a találkozót győzelemmel zárnunk, most pedig egy gyászszünettel indul a találkozó. Hadas Sándor, hazai mester, apósának elvesztése kapcsán emlékeztünk most is. Ennek szólt ez az egy percet gyászszünet. Most viszont már valóban a mérkőzésre koncentrál mindenki. A csapatok hamarosan elfoglalják helyüket a pályán, és akkor én pedig még visszatérek az előbb megkezdett gondolatomra, és befejezem a 2018-as bajnok eredményeink sorát. Ott tartottam ugye, hogy a Fehér Gyarmattal idegenben játszottunk egy 23-23-as döntetlent, aztán egy héttel később a Pőcsöt fogadtuk, az 26-19-es sikerünket eredményezte, majd március 3-án, ugye a legutóbb mi mérkőzésünkön Nád Udvarra látogattunk, és 26-25-ös győzelmet arattunk. Azt már hallhatták az elmúlt néhány percben Madai Tamástól, hogy nem volt az sem egy fordulatoktól mentes mérkőzés. 14-14 volt a félidei állása a hazai csapatnak, innen sikerült fordítanunk. Többek között 5-ös Nándor 15 góljával. A fehérmezben kézi labdázó hazaiak kezdik majd a találkozót, amely ebben a pillanatban a játékvezető sípszavával kezdetét is veszi. Kovács Tibor és Major Attila lesznek a mai mérkőzés játékvezetői, és akkor nézzük az első hazai támadást. Benyúsztette ki a labdát, és megvan az első védés felfölditől. Nézzük, 5-ös fordul, rögtön nagy lendülettel veszi célba a hazai kaput, és csak szabálytalanul tudják megállítani. Fejnd az, aki kapja a mérkőzés első sárgalapos figyelmeztetését. Van csók.
is, és akkor rögtön láthatunk egy változtatást, amiről beszélt Madai Tamás, hiszen Kis Dávidot láthatjuk jelenleg itt a jobb oldalon átlövőben, a hajdonánási csapatban Nagy László pedig a szélen szerepel. Fejt pedig közben az első sárga lapja után kiharcolja magának az első két perces kiállítását is. Bancsók! Ötvös! Kaszás lép ki a falból. Kis teszi Nagynak, ott van a mi első helyzetünk is, és az első hazai védés is, Bocák Kornél mutatja be. Bravúr tehát itt, és ott is marad a 0-0. Kovács. Kis, Kovács kapja tőle. Jó a bejátszása Kovácsnak, felföldi megint, azonban ez most 7 méteres, és Csonka kapja a miénk első sárga lapját. Büntetőhöz pedig Nagy Ádám érkezik. Lássuk, felföldi tud-e harmadjára is védeni. Ezúttal nem sikerül, megvan az első gól, a hazaiak szerzik. Na de lesz a válasz, ez a kérdés, Dankó. Kis. Bancsók és ötvös vált, ötvös aztán lőhet, benn is van. 1-1, rögtön sikerül egyenlítenünk. Balázs. És Csonka tulajdonképpen lemásolja a Feint által elkövetett mozdulatsorokat, hiszen ő is rögtön a sárga lapja után a következő támadásnál megkapja az első két perces kiállítását is. Úgyhogy mire a hazai csapat kiegészül, addigra mi kerülünk ember hátrányba. Feint! Feint egyedül csinálja meg, és szerzi meg a második visszavasvári találatot 2-1 ezzel. Bancsók. Nem tudta már megmenteni Kis. Kis. Kovácstól fejt kapja. Ezúttal nem lövi el. Lekészítette Benyusznak, és aztán a befejezés tökéletesre sikerül, és Krisztián alakítja 3-1-re az eredményt. Egy perc van még az ember hátrányunkból, hogy ezt a támadást mindenképpen 5 emberrel kell befejeznünk. Ötvös! Bocák védi a lövését. Benyusz, fejt, lefordul Nagyról, Kis közben megint egyedül próbálja meg, és kijön a felső lécről. Nincsen negyedik hazai gól szerencsére. Jó lenne, hogyha nem tudnának itt az elején ellépni tőlünk. És ez ellen mondjuk tehetnénk rögtön azzal, hogy gollal zárjuk ezt az akciót. Fejnd állítja meg Bancsókot. Kis Dávid.
sem sikerül most végigjátszanunk, van viszont egy újabb sárga lap. Földi István kapja. Kiegészültünk közben, amint az látható, ötvös kapja középen. Bancsók, Kaszásnak játszaná be. Nem sikerült a beállónknak megszolidítani a labdát. Benyusz nagy lendülettel indult meg, jól tállalt Kisnek. 4-1. Legalább feljebb kell kapcsolnunk, mert azt láthatjuk, hogy a vasvári csapat borzasztóan lelkesen kezdi a mérkőzést. Bancsók! Ez most eljut Kaszáshoz. Szabálytalálkodnak vele szemben, szabad dobás. Ötös! Bancsók! Kis! Egyedül próbálta meg, összezárt előtte Kovács és Földi. Nem lehetett sok esélye, illetve Dankó aztán. És fenn a játékvezető kezdve, úgyhogy lőnünk kell. Ötvös teszi meg. Így még jó nekünk, a sarokból jöhetünk. Megpatant egy hazai kézen. Kis. Ő is ellövi. És még mindig van egy próbálkozásunk. Bancsók! Megpattam, bocák! Így nem volt különösebben nehéz neki ez a védés. Benyusz! Benyusztál a Balázshoz, fejnyt, Kovács egyedül csinálja meg, és góllal fejezi be, 5-1, 4 gól a különbség, 9. perc legelején járunk. Bancsók, Dankó, ötvös. Most állítják meg szabálytalanul. Ez is szabad dobás, Kaszás mellé megy. Nem lett volna rossz. Az elgondolás a megvalósításba csúszott, egy pici hiba. Kis aztán megint megcsinálja egyedül. Ezúttal mellé pattintja, de a 7 méterest megint kiharcolja. Büntetőt dobhatnak a 6-1-ért a hazaiak. És Torma érkezik a hajdonánási kapuba. Tőle azért, mert nem egy nagy bravúrt láttunk, akár 7 méteresek után is ebben a szezonban. Nézzük, most sikerül-e védenie? Túljár az eszén, ezúttal is Nagy Ádám. A kapusunknak most nem számított, hogy Felföldi vagy Torma áll a kapunkban. 6-1 az eredmény. Ötvös. Azt ott el lehet lőni, ez is lepattan, de Dankónak jó, még Dankó előtt ott a helyzet, bocák véd. Nem akar összejönni egyenlőre semmi. Fejnyt. Megtalálja Balást, a túloldalon pedig egyenlőre minden bejön. Nem csodálkoznék, hogyha időt kérne Madai Tamás, és mire kimondom egyébként,
le is teszi a zöld T-betűt. Meghallgathatjuk tehát a mérkőzés első időkérését. Megyünk tovább, jó? 2-3! Tárás! Csináltunk már ebből jobban. Hét egyes hazai vezetésről folytatódhat a találkozó. A 11. perc legelejét írjuk. Nagyon más játékra van szükség a hajdaránási csapattól, hogy legyen itt bármiféle esély, mint amit az első 10 percben láthattunk, és személyi változtatás is van. A csapatunkban Ruzsinszki a pályán. Ruzsinszki. Ötvös. Bacsók. Ruzsinszkitől ötvös. Kapott egyet Ruzsinszki. Meg is állítják most a játékvezetők a mérkőzést. És azt mutatják, hogy szabálytalan volt a kettesben kézilabdázó hazai játékos Kovács László. 2 perces kiállítás a büntetése. Jön, talán a legjobb kor jön most ez a 2 perces kiállítás. Hiszen pont túl vagyunk az első időkérésen. Madai Tamás szavai még ott motoszkálhatnak a fiúk fejében. És ráadásul most így 2 percig még emberelőnyünk is lesz. Hát, ha tudunk ebből egy kis előnyt kovácsolni. Nagy! Bocák hárít! Remekül véd egyenlőre a hazai hálója. Benyusz. Kis. Balázs. Kisnek teszi, ő lövi el, felföldi. Nagyon kellett, hogy ne szülessen meg a 8. Ruzsinszki a másik oldalon. Ez egy jó csel, lőheti is Ruzsinszki. Csak szabad dobás. 1 perc még az ember előnyünkből. Ötvös. Bancsóktól megint ötvös. Kaszásnak tenné be. Visszakapjuk. Ruzsinszki. Megint nagy előtt az itt szerezben van. Jól van, 7-2. Fejnyt. Benyusz. Balázsnak hagyja ott, aztán már Kis. Kovács. Kis lövi el megint, felföldi hárít. 7 méteres. És egy sárga labban Csóknak. Jöhet megint Nagy Ádám, ő eddig
100%-os, kettőből kettőt bevágott a 7 méteresekből. És a harmadiknál is magabiztos. 8-2. Fúr is. Őt láthatjuk most Bancsók helyén. Ötvös. Ruzsinszki. Benyusz szabálytalan. Ötvös került a földre, Benyusz pedig sárga lapot kap ezért. Fúr is. Elveszik tőlünk. Fordulhat a Tiszavasvári, és támadhat a 9. góljáért a 15. percben. Benyusz. Kovács. Nagyon apró, fürge játékos, csak úgy, mint kis. Egy az egyben nehéz levédekezni őket. És látjuk is ennek egyenlőre az eredményét. Kovács. Benyusz. Meg tudta menteni még kis, aztán feint. Ő is tovább játssza ezzel. Másodperc, hosszú másodpercek óta fenn van egyébként a játékvezető keze. Kovács a gólszerző. Jól használta ki, hogy nem rendeződtünk. Kaszáshoz hasonlóan ő is próbált váratlant húzni, neki bejött. A másik oldalon aztán Ruzsinszki lövését védi Bocák. Nagy Lászlónak nem sikerül megkaparintani a kipattanót. Nagyon nem néz ki jól egyenlőre ez a mérkőzés. Kovács. Feint. Kistől kapja vissza. Kis. Benyusz. Kovács. Feint. Kis. Eljut Kovácshoz a bejátszás. 10-2. Nem véletlen a vastaps egyenlőre. A hazai szurkolótábortól kifogástalan egyenlőre. Amit bemutat a vasvári csapat. Kaszás. Ötvös. Ellövi. Kapufa. De nagy még bravúrosan megmenti. Jaj, de kár érte, a játékvezető úgy látta, hogy a vasváriaknak kell jönniük. Ez viszont egy nagyon rafkós megoldás lett volna, és egy bravúros megoldás, ahogy Nagy László ezt megmentette. Kár, hogy érvénytelenítette a játékvezető. Kis.
ötös mellett megy fel, aztán képtelenség őt a földre vinni. Töretlenül halad tovább, aztán Benyusztól kapja és teszi Feintnek. Feint lövi, eltorma véd, de marad a fehér mezeseknél. Kis, megpattan a lövés. Kovács jöhet a sarokból. Passzív közben. Fejnek lőnie kell. Tovább teszi még egyel. És most veszik el a játékvezetők. Ötvös. Benyuszálja útját, de tovább teszi Pancsóknak. Lelassul a támadásunk. Jöhetnek a cserék. Pancsók és Csonka le. Kaszás és Fór is fel. Ötvös. Ez is a sáncról szédül ki. Rozsinski. Nem találjuk egyelőre a réseket. A tiszavasvári falon egyértelműen látható, hogy gondban vagyunk egyelőre a támadásoknál. Mi sem mutatja jobban ezt. Ennél az ötvös passznál most nagyon pontatlan volt. Benyusz kapja vissza. Csonka lépett ki rá. Benyusz szépen teremti meg a helyzetet Balázsnak, aki góllal zárja az akciót. 11-2. Nagy a másik oldalon, óriási lendülettel Bocák hárítja a lövését. Szabad dobás. Krisztián Zsolt érkezik beállóba. Bata. Ő van most bal lövőben. Ruzsinski Fórisnak. Fóris bátran tör be. A lövését hárítja Bocák, viszont egy kétperces kiállítás, ismét Feint. Már másodjára a mérkőzésen. Rozsinski. Bata. Bata ellőheti Bocák. Elképesztő, amit művel a hazai kapus egyenlőre. 22. percben járunk, és továbbra is csak két gólt tudott szerezni a Hajdonán első csapat szemben a 11 tiszavasvári találattal. Benyusz. Kis. Ellövi, óriási gól. 12-2, megvan a 10 gólos különbség. Csonka pedig nem akar lemaradni Fejntől.
ő is begyűjti a második kiállítását. Egyre nehezebb helyzetbe sodorjuk magunkat, és bár nagyon sok van hátra a találkozóból, hiszen még csak a 23. percben járunk. Ez a 10 gólos különbség, ami mostan a két csapat között, ez már a fél időre is vészesen nagynak tűnik. A játékképe pedig talán még annál is vészesebb, közben Bocák véd megint. Ruzsinszki. Bata. Kisoldorodott. Nagyon nem is sikerül góllal zárni az akciót. Elmegy keresztbe a lövése. És ezúttal Hadas Sándor kér időt közben, úgyhogy egy perc erejéig ismét áll majd a játék. A gyerekek, megbeszéltük, mit beszéltünk? A szélső tájának már meg a sarokba, mind a kettő, hogy csináljunk már helyet a többinek. Ha nem kap a szélső, hol vagy, nekünk, állj meg a sarokba, te is, meg álljon meg a... Hányi, menj egy picit oda szélre, szuszanyát. Jó, és meg kell állni a sarokba, többi négy embernek húzza már szét őket. Menjünk már oda egy-egyre bátran. Cserélhetsz, jöhetsz át erre az oldalra, és forgassanak be üresen cserékből, és menjünk oda. Cselezni, ebből tudunk. Hát két gólt okoztunk 23 perc alatt, szégyellem magam, nem veszem ilyen. Jó, menjünk már gyerekek, van még akkor, amíg rengeteg idő van, rengeteg idő. Jó, kicsit térjünk észre, és menjünk. Jó, már srácok. Elég már ott van a lehetőség, ne halljunk már bele. 2-3? Beállás! Egy nagyon szervezett, nagyon felkészült tiszamesvári csapatot láthatunk eddig a mérkőzésen, és látva a játékot egyébként teljesen megérdemelt. Az, hogy magabiztosan vezetnek a fehérmezesek, bár nyilvánvalóan azért fájó látni ezt a 10 gólos különbséget az eredményjelzőn. Talán ennyire azért nem is sziporkáznak a hazaiak, de az mindenképp megegyezhető, hogy nekik egyelőre mindenbe jön, és hát nyilván ahhoz, hogy ez az eredmény kialakulhatott, ahhoz jó alapot nyújtott az, hogy Bocák a kapuban egyelőre elképesztően jól véd. Ezt most nekünk ítélik a játékvezetők, Bata. Nézzük az ittszerünket, és Batán taszajtottak egyet. Így van, látta ezt a játékvezető is, úgyhogy azon túl, hogy 12-3-ra zárkózunk. A hármas számban játszó Benyusz begyűjt egy kétperces kiállítást. Feint. Jó labda a szélre, és jó a befejezés is. Nem engednek közelebb egyelőre minket a hazaiak. Megint 10 gól a különbség. Ruzsinszki. Ötvös. Nagy. Mancsó, az jó bejátszás. Véte Krisztián lövését, Bocák, de marad nálunk egy szabad dobás formájában. Ötvös. Ruzsinszki, ott van az ittszer. 13-4.
Balázs. Fejnyt. Fejnyt jobb kezén. Balást állítjuk meg. És jól védekeztünk. És kiegészülnek a hazaiak. Benyusz újra a pályán. Fejnyt. Fölé megy a lövés. Ruzsinszki. Bancsó. Krisztiánt kereste volna. Vasvári lábat ért a labda. Folytatódhat a támadásunk. Ötvös. Ellövik, kipattan a kapufáról. Szerencsével is hadilábon állunk. Egyenlőre a túloldalon Balázs eredményes. Bata. Fór is. Nem sikerül nagynak megmenteni. Gazdag szerezte meg. Deli pedig bevágja a támadás végén. Ő is egy volt hajdunánási játékos. Sokan talán emlékezhetnek még rá. Akár az utánpótlás korosztályokból is. 15-4. Bata, bocák. Fejnyt. 2 perc az első fél időből. Benyusz és Fejnyt most nem értették meg egymást. Ruzsinszki szerezhet gólt. Ez is kipattan a felső lécről, de az jó, még ötvösnek az már benn van. 15-5. Kovács. Balázs. Fejnyt. Balázs jön befelé, Benyuszhoz teszi. Eljut a bejátszás Kovácshoz. Torma véd. Az indítása pedig eljut Batához, ott az itszer. Dupla kapufa. Elképesztő. Tényleg elképesztő, ami itt az első fél időben megtörténik velünk. Benyusz lövi el nagyon messziről, mellé megy. Ötvös. Ott az itszer, benn van. 15-6. Ötös harmadik gólja. Nyolc másodperc. Miénk, nézzük, sikerül-e még gyorsan befejeznünk ezt az akciót. Befejeznünk éppenséggel sikerült ezzel az egész pályás csonkalövéssel, de ebben semmilyen fajta gólveszély nem volt. Nehéz mit mondani. Az első játékrész után 15-6-ra vezet egyenlőre a hazai csapat, amely kiválóan kézilabdázik ezen a mérkőzésen. Remekül védekezik, Bocák Kornél egyenlőre fantasztikusan véd a kapuban, és támadásban is nagyon magabiztosak a hazaiak.
gyökereiben meg kell változtatnunk ennek a mérkőzésnek a képét, hogyha azt szeretnénk, hogy legyen még keresnivalónk a második félidőben. Soknak tűnik ez a 9 gól, de ne felejtsük el, hogy nem egyszer fordított már ez a hajdonállási együttes félidei hátrányból mérkőzést, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy maradjon velünk, és bízzon abban, hogy lehet itt még esélye a fiúknak a pontszerzésre. Perceken belül jövünk vissza a második félidővel.
Menjünk! 2-3! Vasvári! 15-6-os hazai vezetésről folytatódik, tehát a találkozó a második játékrészt értelemszerűen. Mi kezdjük? Kaszás kezében van a labda. És ebben a pillanatban meg is kapja az engedélyt arra, hogy útjára indítsa a játékszert. Reméljük, hogy egy egészen másfél időt fogunk látni, mint az első 30 percben. Ötvös. Fúr is. Bátran indul el, és be is vágja a végén. 15-7. Rögtön nagy lendülettel jönnek a hazaiak, és ennek az lesz az eredménye, hogy Kovács elhagyta a labdát. Ezt mi köszönjük szépen, és akkor rögtön itt van a lehetőség, hogy hétre zárkózzunk. Ruzsinszki. Fúr is kapja tőle, és megint Ruzsinszki bátran megy be. Bocák véd, de lehetett látni már abból az érintésből, illetve lökésből, amit kapott Ruzsinszki a levegőben, hogyha ez nem fog bemenni, akkor 7 méteres következik. Majd így is van, ötvös végezheti, elnézzük, ötvös és Bocák, becsorog, jól van. 15-8. Másfél perc alatt sikerült át két gólt lefaragnunk a félidei 9 gólos hátrányunkból. Sőt, majdnem Ruzsinszki elcsípte ezt a labdát. Benyusz, fejnyt. Balázs. Passzív. Lőniük kell. És a játékvezetői sípszó pedig annak szól, hogy belővérekezés miatt 7 méteressel következhetnek a hazaiak. Természetesen nagy álloda a labdával, az első félidőben 3-ból 3-at értékesített. És a negyedikkel is ugyanígy cselekszik. Bata. Fúr is. Ruzsinszki. Ötvös. Egyedül indul el, ez is 7 méteres. Nézzük ötvös második 7 méteresét, ezt védi Bocák. Benyusz kapja tőle. Marad a fehér mezeseknél. Kovács végzi el a szabad dobást. Balázs. Benyusz. Fejnyt. Ő lövi el, kijön a kapufáról, és ez a miénk most. Csonka! Kis ilyen védőstől a nyakán jutott el a kapuig. Szabad dobás lesz.
Ötvös. Fúris. Bocák. Megint maga biztosan véreztem, mutatja, hogy nem fog gyorsan indítani, nincs hová sietnie a hazai csapatnak, és valóban igaza is van. Még mindig kényelmes ez a 8 gólos különbség hazai szemszögből. Kovács. Balázstól kapja vissza a belobást követően, és már fejt a másik oldalon. Fenn a játékvezető keze, és ez így támadó hiba. Kovács pedig el kell, hogy hagyja a pályát a heves reklamálás miatt. 2 perces kiállítással bünteti a játékvezető. Jó lenne, hogyha jobban tudnánk sáfárkodni ezzel a 2 perces ember előnnyel, mint az első játék részben. Többször kerültünk ott is ember előnybe, aztán valahogy soha nem akart összejönni. Úgysem, most Ötvös ezt fölé dobja, és megint 7 méteres. És ott bizony megint volt egy kétes mozdulat az egyik hazai játékostól, és Kovács pedig piros lappal elhagyja a pályát. Ha az emlékeim nem csalnak, akkor a hajdunánási őszi mérkőzésen is kiállították őt a játékvezetők. Ez megtörténik most itt Tiszavasváriban is, úgyhogy őt többször nem látjuk már ma a pályán. A büntetőhöz pedig Bata jön. Nézzük, több sikerrel jár-e, mint az előbb Ötvös. Bata! Ben van! Nagyon magabiztos. A 16-9 ezzel, és ne felejtsük el, hogy másfél percig még 2 ember előnyben leszünk. Benyusz. Lejátsz a Balázsnak. Felföldi véd. Kis. Na most gyorsan vigyük végig. Ruzsinszki. Kis. Ott az Itzer. Bocák véd. Ha nincs fal és nincsen összezáró védelem, akkor van Bocák. És ez egyenlőre sok a hajdunánási csapatnak. Gazdag. Ellövi, lepattam, felföldi. Ez itt szer Bata előtt, benn van. 16-10. Bata 3 gólos. Gazdag. Kovács visszatérhet. És 10 másodperc alatt megteheti ezt majd egy újabb hazai játékos is. Kovács biztosan nem, hiszen ő pirosat kapott. Az pedig egy jó csel, de közben egy támadó hibát elkövet. Kis. A szélen Ötvös, benn van! 16-11, csak 5 gól a különbség. 8 perc elteltével 4-et lefaragunk a fél idei 9-ből. És ez nyilvánvalóan nem tetszik Hadas Sándornak, úgyhogy időt is kér a hazai mester. Emberfogásra legalább egy keresztet csináljuk egymásnak, pont.
labdával akar cselekedni. Ne ijedjek meg! Meg vagyunk, igaz? Igen. Bal szélre! Bal szélre oda megy Koko, bal kettőbe Zoli, középirányítóba Kossz, jobb kettőben megmaradt Kende, jobb szélen megmaradt Koko, beállóba bemegy Pisti. Védekezésnél csak egyet cserélünk. A Kendén fogom cserélni a Pistit. Pisti felfelé. Akkor a Dávidot fogom cserélni a Kendébe. Hármas védő, kettes védő van. Lengyel! Gyerünk, srác! Lengyel! Szedd össze magad! 2-3! Vasvári! Lengyel! A második félidő 9. percében járunk tehát, és 16-11-es tiszavasvári vezetésről jön a folytatás. De az, amit itt a második fél időben láttunk, és látunk egyenlőre, az sokkal jobb, mint az első 30 perc játéka. És Pata kijön Kisre. Megpróbáljuk kivenni a játékból a hazai irányítót. Benyusz. Kovács. Benyusz. Hittem egy pillanatra már, hogy mehet tovább, és Csonka megindulhat ezzel, de valóban elsőre is úgy tűnt, hogy ötös lábához ért a labda. Benyusz. És itt pedig Csonkát látják szabálytalannak a játékvezetők. Természetesen a leállítóról heves reklamálás. Csonkát is kiállítja a játékvezető. A Hajdonán esik 19-esnek is el kell hagyni a játékteret, és bizony egy fájó veszteség lehet ez a folytatásra nézve, hiszen Bécsi János egyébként sem tudott most a csapattal tartani erre a mérkőzésre, és Csonkának pedig eddig hatalmas szerepe volt a védekezésünkben, és alappillére volt mondhatni a védekezésünknek, most viszont kiszáll a játékból. Most mondanom sem kell, hogy így most két perc erejéig a hazaiak kézilabdázhatnak ember előnyben. Fejnt! Kijön a kapufáról. Bata kéri elől, hosszú neki az a labda, még éppen csak Újhegyjel bele tudott érni. Kár ezért, egy picit pontosabban játsszuk le, akkor jól jöhettünk volna ki ebből a túloldalon. Kis nem kegyelmez. Fóris. Kis is játékba avatkozik, aztán megint Fóris. Ruzsinszki. Kisnek játssza le, az nehéz szög. Nem is sikerül betalálni a Kisnek. Deli. Ellövi. Felföldi véd. Kelementől Ruzsinszki, aztán ötvös. Addig jól fejlődünk fel, Ruzsinszki. Kis állítja meg szabálytalanul. De csak szabad dobás. Ruzsinszki. Ez is szabad dobás. Bata. Jól csinálja meg a cselt, és be is talál, de már csak a sípszó után.
Kis. Fór is. Bata megint. El kell lőnünk. Fór is. Ott marad még előtte. És így marad nálunk. Fór is másodszor. Pocák. Kis. Kis nagy lendülettel jön. Nagyot esik aztán egy kiáltás kíséretében. De komoly szabálytalanság nem történt. Kis lövi át, aztán felföldi véd. Ötves nagy lendülettel, rossz a passza. De marad nálunk a labda. Delit látta szabálytalannak a játékvezető. Bata. Ruzsinszki. Fúr is. Ötvös. Sikerül erést találnunk. Néma marad a síp. És ez így ötvös érintésével csorog ki, aztán fejnt Benyuszhoz. Ez is szabad dobás lesz. Kis. Fejn. Földi. Balázs készíti fejntnek. És fejn lövi el a végén. Felföldi pedig csak annyira tudott beleérni, hogy besegítse a labdát a hálóba. Az pedig megint egy szabálytalanság Kovástól, és 2 perces kiállítás a következménye. A második félidő felénél járunk. A különbség 7 gól, úgyhogy 2-t sikerült ledolgoznunk a félidőhöz képest, de még mindig sok. Fúr is. Benn van. Ezúttal Bocák is tehetetlen volt. Fúr is második gólja. Benyusz. Benyusz. Balázs lelopja, ötvös. Pancsókot megállítja Földi. Nem tudunk indulni. Az ilyen hibák nem férnek bele ezen a mérkőzésen. 6 gólos hátrányban a második félidő közepén. Most mondjuk majdnem visszaadta nekünk is. De Benyusz le tudta még húzni a levegőből. Azt hiszem, ehhez pedig nem is kell semmit hozzáfűznem.
talán csak annyit, hogy egy újabb megerősítés ez annak, hogy ma a hazaiaknak minden jó. Nagyon jó meccset játszik ma ez a tiszavasvári gárda, kár, hogy éppen ellenünk sikerül ez ennyire jól. De nincs még ennek vége természetesen. Fóris szerzi meg a harmadik találatát. 19-13. Kovács. Fejtől benyúsz. Földitől szerezzük meg, de marad a fehéreknél. Szemfélesen elvégzik aztán a szabad dobást, Balázs pedig értékesíti az ittszert, 20-13. Fóris, Bata. Nyúltam ezzel bizony Batának, Földi kapja a 2 percet. Fóris. Ruzsinszki letolja Nagy Lászlónak, benn van. 20-14. Kovács. Benyusz. Fejnyt. Jó labda Kisnek, jól mozgott le az emberéről, de ketté törik gyakorlatilag a kapufát ezzel a lövéssel, aztán más kérdés, hogy ötvös kezéből kicsúszik a labda, és így visszakerül a tiszavasváriakhoz. Kovács, benyúsz, jó a bejátszás Balázsnak, 21-14. Nem adja meg egyszerűen az esélyt sem a tiszavasvári arra, hogy a következő támadásunkkal közelebb zárkózzunk, hiszen valahogy rendre sikerül bekotorniuk a labdát a hálóba. 5-ös, ez benn van, 21-15. És ebben a pillanatban beléptünk az utolsó 10 percbe, a különbség 6 gól. Benyusz, felföldi! Na egy nagy hajrával még lehet keresni valónk, 5-ös? Bepattan! 21-16! Raúros gól volt 5-östől. Benyusz.
Kovács. Ellöviben van. És ember hátrányba kerülünk közben. Ruzsinszki kapta a kiállítást. Bancsók, az jó bejátszás, Bata. Csak szabad dobás lett. Ez a bejátszás pedig nem jó, Kis. Balázs, ott nem szabad bántanunk, fölé pattintja. Ötvös. Nagy lendülettel, Bancsók tisztán a túloldalon, Bocák. Balázs tolja le Benyusznak. Akinek jó az ejtése, 23-16. Ötös. Mellé megy. Kis elpattan tőle. Nagy teszi Kelemennek. Kelemen pedig egyedül viszi végig, és aztán nem talál kaput. Nagy László pedig fájdalma közepette. Lemarad. Ki tudja folytatni a játékot a Hajdon ellenesi szélső. Egy picit áll most még a játék, amiatt, hogy Nagy László lemaradt, és ápolást kértek hozzá a pályán. Lejön aztán Nagy. Madai Tamás kap egy sárgalapos figyelmeztetést. A pályán pedig Kis Dávid. Hét perc van hátra a találkozóból. A hátrányunk éppen 7 gól. Tiszavasvári vezetheti majd a következő támadást. Balázs. Fejn. Nem érti meg most egymást Balázs és Benyusz. Ötvös egyedül megy végig, kipattan a lövése a kapufáról, de Kis még megmenti, Bancsók. Szabad dobás.
ilyen kaszás és fúr is. Ruzsinszki. Bata. Ellövi Bata, bocák véd. Újabb szabaddobás. Ötvös. Jól vette most észre. Kaszás, 7 méteres. És egy 2 perces kiállítás. Balázs kapja. Bata lőheti a büntetőt. Bata. És mellé dobja Bata. Kimarad a büntető. Marad a 7 gólos különbség. Feint. Krisztián állja útját. Kovács. Eljut Feinthez. A labda pedig eljut a kapuba, aztán 24-16. A túloldalon ötös válaszol. Ötös azért csak eljut szépen lassan 10-ig, vagy legalábbis annak a közelébe mindenképpen, ez már a 8. találata. Ezzel összesen már 132-nél jár a bajnokságban. Az megvan. Kimondom, már nincs. Most pontatlanul játsszák le a tiszavasváriak is. Bata nem tudja bent tartani. Már valóban azért ki lehet jelenteni, hogy úgy megyünk neki az utolsó néhány percnek, hogy a reális esélyünk már nincsen a pontszerzésre. Felföldi még vér egy nagyot. Három perc a mérkőzésből. Benyusz. Gazdagnak játssza le a szélre, és kapja aztán vissza középen. És az ő lábát éri a labda. Kisindítását lelopja. A másik kis. Az ejtés pontatlan. Ötvös. Egyedül lövi el, illetve fejezi be az akciót góllal. Megvan a 9. találata is. Fejt. Kovács. Benyusz.
időkérés. Bő másfél perc a találkozóból, 24-18. A különbség most már azért jó ideje, nem változik ez a 6 gól. Ez tulajdonképpen beállt a második félidő 10. percétől kezdve is. Se csökkenni, se nőni nem akart. Utóbbit nyilván nem is bánjuk. Bacák véd megint közben. Feint. 25. 45 másodperc. Az jó kaszásnak, Bocák, aztán Kis, ez pedig a kapufán csattan. Azt hiszem, hogy ez a néhány másodperc tökéletesen bemutatta ezt a mérkőzést. Ha kapufánk volt, az biztos, hogy kifelé pattan. Ha pedig kaput találtunk, akkor jó eséllyel védett Bocák a mai napon. Többek között ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy magabiztos győzelmet arad a tiszavasvári. És ez az ötvös gól pedig már nem fér bele. Nem lett meg a 10. találat ötös Nándornak, 25-18 ezzel a végeredmény. Megérdemelten tartja itthon a 2 pontot a tiszavasvári együttes, amely rögtön a mérkőzés elejétől nagyon lendületesen és lelkesen kézilabdázott. Mi pedig mintha egy picit álmoskáson kezdtük volna ezt a mérkőzést. Kisebb fordulatszámon pörögtünk tulajdonképpen az egész találkozón, de legalábbis az első fél időben mindenképpen, mint a hazai együttes. Ennek is lehetett az az eredmény, hogy a fél időre 9-el el tudtak húzni a hazaiak. Így tulajdonképpen azért nyugodtan jöhettek ki a második játékrészre, ahol sikerült egy picit közelebb zárkóznunk. Igaz, hogy 5 gólos különbségnél kevesebbre nem futottam a csapat erejéből. A végeredmény tehát 25-19, ennyit innen fentről, de jövünk még interjúkkal itt a mérkőzés után. Remekül kezdtétek a találkozót, végig jól kézilabdáztatok, és többek között a te védéseidnek is köszönhet az, hogy ilyen magabiztosan nyertétek meg ezt a találkozót. Te hogyan értékeled a saját teljesítményedet, illetve az egész csapatjátékát a mai napon? Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, rengeteget segítettek nekem a védők. A megbeszélt dolgokat sáncolták, blokkolták nekem, és azokat az embereket hagyták lőni, akikre én is számoltam. Úgyhogy ez adott egy kis önbizalmat nekem is, így tudtam én is hozzátenni minél többet az elejétől kezdve. Aztán kicsit a második félben elfogyott a lendületünk, de kitartott. Hogyan készültetek erre a hajdonállási csapatra, hiszen látszólag védekezésben is nagyon rendezettek voltatok, nem nagyon találták a hajdonállási játékosok a rést a falatokon. Hogyan készültetek erre a mérkőzésre, mennyit gyakoroltatok esetleg külön erre a hajdonállási csapatra?
volt időnk gyakorolni, mert két hétig, két szabad hétvégénk volt, és azért csak ismerjük annyira egymást, itt már évek óta játszunk egymás ellen ebbe az osztályba, hogy azért utolsó centiméterig feltérképeztük a hajdunánást, úgyhogy szerintem mi se tudjuk annyira őket meglepni már, meg ők sem minket. Most nekünk jött ki jobban a lépés. Akkor a védéseid egy részét is talán ennek tulajdonított, hogy ismered egyenként a hajdunánási játékosokat, tudod, hogy mit várhatsz tőlük, vagy azért ez a mai nap ez egy különösen jól sikerült nap, ez egy ilyen mérkőzés volt, hogy minden összejött, vagy volt ebben tudatosság is? Természetesen volt benne tudatosság is, de egyszer így jön lépés, egyszer úgy, most nekem jött ki jobban a lépés. Nagyon rosszul kezdtük a találkozót, 20 perc után 2 vagy 3 gólon álltunk, most már nem emlékszem vissza pontosan. Minek köszönhető az, hogy ennyire beragadtunk az elején? Nyilvánvalóan azért ritka, hogy ennyire gyengén kezdjük a mérkőzésbe. Volt olyan többször is az év során már, hogy hátrányból kellett fordítanunk, mégis túl azon mondjuk, hogy Bocák remekül védett a mai napon. Minek köszönhető az, hogy ennyire nem jöttek össze a támadás befejezések? Hát először is elnézést kérünk minden szurkolónktól, akik főként elkíséreltek minket a mérkőzésre, és sajnos nem tudtunk nekik megköszönni egy jó játékkal, nem úgy győzelemmel. Tehát nagyon sajnálom, hogy így alakult. Valóban, ahogy mondod, bent ragadtunk ismét az öltözőben, ez jellemző volt ránk, de azért ennyire nyilván nem. Egyszerűen a védekezésünk, azt mondom, még az működött is, de azt, hogy 15 percig egy gólt lövünk, az már nem fér bele. Tehát teljesen más felfogásban játszottunk, nem azokat a mozgásokat játszottuk, amiket kértem és amit megbeszéltük, betömörítettük ezt a falat, ezt a magas falat végül is, és nem találtuk egyszerűen ennek az ellenszerét. A második félidőben aztán egyszer volt, hogy 5 gólra is fel tudtunk zárkozni, és eleve azért jobban jöttünk ki a második 30 percre, mint a tiszavasvári csapat, és mint ahogy az elsőre kijöttünk. Ott egy pillanatra talán felcsillanhatott a remény, aztán a technikai és az egyéni hibák döntötték el végül azt, hogy itt nem lehetett komoly esélyünk arra, hogy pontot szerezzünk. Hát belefáradtunk igazából, az első félidő annyira felőrölt minket, fizikálisan mindenképpen, hiszen olyan ütéseket, fejreütéseket, én azt gondolom, hogy a játékvezető is ludas ebben, nem a játékvezetés miatt kaptunk ki, tehát ezt most hangsúlyozom, tehát magunk miatt kaptunk ki, de nyilván ő is benne volt abban, hogy összetörték a fiúkat fizikálisan, és olyan ütésváltások voltak, ami szerintem már hamarabb piros lapot érdemelt volna, akár a Kovács Lacinál, és nyilván ezt már nem tudtuk a második félidőben. Volt ott egy remény, amikor felcsillant, de egyszerűen fizikálisan, és utána már fejben sem tudtuk ezt követni. Most ugye két hétvége kimarad, lesz egy kis pihenő a játékosoknak, aztán nem vár könnyű mérkőzés ránk, idegenbe megyünk ugye a Füzesabonyhoz, az is egy jó kis mérkőzésnek ígérkezik. Hogyan készülünk arra a mérkőzésre? Hát remélem, hogy jól jön a szünet, és rendezni tudjuk a sorokat. Hát igyekszünk felkészülni a Füzesabonyra. Itt, amint már megbeszéltünk, nagyon szoros a mezőny, és minden egyes pontnak nagy jelentősége van. Sajnálom, hogy ezt most elbuktuk, de igyekszünk a Füzesabonyra nagyon jól felkészülni és helyrehozni ezt a hibánkat. Nem úgy kezdte a mérkőzést a hajdunánási csapat, ahogy azt Madai Tamás és a fiúk eltervezték. Fél időre már 9 góllal elhúzott tőlünk a tiszavasvári együttese. A második fél időben aztán felcsillant a remény arra, hogy pontot tudunk esetleg szerezni, viszont komoly sancunk nem adódott igazából arra, hogy legalább egy pontot megmentsünk ezen a mai napon. A tiszavasvári együttes megérdemelten tartotta itthon a pontot, ezt kár lenne tagadnunk, de reméljük, hogy két szünettel teli hétvége után a Füzesabony ellen április 7-én már győzelemmel folytatják a fiúk a bajnoki menetelésüket. Ezekkel a szavakkal búcsúzom minden tiszavasvári sportcsarnokból, a viszontlátásra, a viszonthallásra.